Hész őrület, hogy ennyi csomagot küldenek most le ide. Kismillió utas rekedt a reptéren. Holnap karácsony van. Na, mit szeretnél? Egy Burberry táskát. A magángépeknél le van zárva, de akkor át kell mennünk a terminálon, meg a biztonsági ellenőrzésen, meg minden. Sajnálom. És te mit szeretnél? Egy Chanel táskát és egy iPhone. Tudod, hogy egy Chanel táska több mint 20 000-be kerül? Igen. És ha Mikulás nemet mond? Nem mondhat nemet. Kérem, álljon be a sorba. Sosem megyek turista jegyen. Hát, ma igen. Minden nálunk van? Belefáradtam, hogy mindenre én figyeljek. Kívánságlista? Próbálom kitalálni, hogy mit adjak apámnak. A fiamnak műtétje lesz holnap New Yorkban. Minden repülő várakozik az időjárás miatt. Maga az a zongorista? Hát ez nem valami szép. Örülök, hogy egy kritikus se jön, hogy belekössön a sörömbe. Azonnal kell egy taxi! Látja ott azt a sor? 100-szor annyit fizetek magának, mint bárki a sorban! Kérnék valamit karácsonyra. Olyat, ami többe kerül, mint az egész norvég olaj alap? Azt kérem, hogy anya és apa ne veszekedjen többet. Szerinted miért veszekszenek? Szerintem csalódottak, hogy az élet nem olyan, mint ahogy megálmodták. Elakadtunk! Egyikünknek meg kell tolni. Kezdek torkig lenni azzal, hogy állandóan figyelnek, hogy állandóan követnek. Magának mi a karácsony? Karácsonykor nem ajándékokat kell kibontani, hanem a szívünket. Egy, kettő, három, A pont után bármi történhet. Jöhet egy új út, feltűnik egy új irány. Minden nyitva áll, minden lehetséges. Aki dohányzik, azt kiutasítják a reptérről. Nem is csodálom.